Szerbusztok életeim, Erzsi vagyok a CBA-ból. Igaz, hogy még csak tegnap találkoztunk először, de már annyira érdekeset írtok rólam, hogy csak na. Én nagyon örülök, hogyha beszélgetünk. Csak így tovább, édeseim, én nagyon szívesen veszek minden építő jellegű kritikát. Úgyhogy gondoltam, válaszolok személyesen a hozzászólásaitokra, jó? A legviccesebbeket választottam. A Luvnya a reklámban kimeríti a vizuális környezetszennyezés fogalmát. Igen, drágám, a környezetszennyezés az nagyon fontos kérdés. Ettől a nőttől jobban félek, mint gyerekkoromban a Delta zenéjétől. Édesem, te is féltél tőle, én annyira féltem tőle, de tőlem nem kell félni, hisz tudod. Nekem nem lett a kedvencem, és mellesleg, ha valaki a kasztástól kér életviteli tanácsokat, inkább menjen orvoshoz, mert nagy bajban lehet. Igen, aranyom, ezt már akartam mondani, hogy menjetek orvoshoz, hogyha baj van. De ne kérjetek tőle zsömlét, a zsömle eladáshoz én értek. Zsöszüi kasztás, Erzsi. Te is? Én is. Inkább a kasszában ülj és azt csináld, amiért fizetnek. Ne táncolj, énekelj, nem az a dolgod. Látod, mekkora a sor? Jaj, láttam, drágám, de hát én nem tudok csak úgy csendesen üldögélni. Én csak énekelve tudok dolgozni. Próbáld ki te is. Sokkal szebb lesz tőle a napod. Tökéletes antireklám. Mindenki erről beszél, belép a köztudatba, tökéletesen ki van találva. A hatása a másik lehetőség, hogy szimplán hülyék. Hát, drágám, ennek eldöntését mondjuk rátok bízom. Ja, és a média is írt rólam. Brutális, agyzsibbasztó, pusztító, sokkoló, nehéz megszólalni utána. Az év legirritálóbb reklámja. Az évé? Hát, drágám, még csak az év eleje van. Hát, ennyi volt életeim. Ne féljetek, találkozunk még. Újra. És újra. És újra. És újra, és újra, és újra, és újra.